Varró János és Szőnyi Anna hangszerekkel ismertette meg a legkisebbeket. Az összejövetelen nem csak a zenéjé volt a főszerep, a gyerekek táncolhattak is a Börkön pusztán megrendezett családi napon. Ez pedig már az Öreghegyi Közösségi Ház épülete, melyet vasárnap szintén családok töltöttek meg. A gyerekek a kézműves foglalkozásokon szappanvirágból készíthettek dekorációt, akadtak is saját kézzel, mások az apukájuk keze által alkották meg saját díszüket. Kincső választotta a virágokat, én meg ráragasztottam, igaz? Ő mondta meg, hogy mit szeretne. A kézműves foglalkozás mellett a színházteremben interaktív gyermekprogramokat szerveztek, amit láthatóan nagyon élveztek a kicsik. A legtöbben a Tóvárosi lakótelepre látogattak ki vasárnap délután, nem véletlenül, hiszen a hagyományos őszköszöntő pikniken is számos színvonalas program közül választhattak idősek és fiatalok egyaránt. A város polgármestere köszöntőjében a közösség erejét hangsúlyozta. Nagyon jó nézni a színpadról, hogy milyen sokan így ezen a szép vasárnap estén összejöttek. Soha nem könnyű egy hétvégét befejezni, mert hogy utána kezdődik a hétköznap és a munkahét, tehát mennyivel jobb így együtt közösségben sok jó ember, mosolyogva, jókedvűen és egészen biztos, hogy jól szórakozva. A terület önkormányzati képviselője a Kovács Kati koncert előtti beszédében hangsúlyozta, nem véletlen, hogy a legendás művésznő lép színpadra az őszköszöntő pikniken. Minden évben nagy dilemma, hogy ki legyen a fellépő, de fél évvel ezelőtt polgármester úrral kaptunk egy szép megkeresést, hogy mi lenne, hogyha Kovács Kati művésznőt elhívnánk, kollégákat pedig megkértük, és itt is van művésznő. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt vannak. Kovács Kati csapatával közösen másfél órás fergeteges, a közönséggel közösen alakított repertoárral végigvitt koncertet adott, sokakat megtáncoltatva és emlékezetessé téve az idei Tóvárosi őszköszöntőt.